Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! Horváth Zoltán sikeresen teljesítette a spártatlon ultramaraton futást. A több mint 250 kilométeres etapot Athén és Spárta között futotta le a bajai sportoló. Az embert próbáló feladat a harmadik nagy versenye volt Zolinak az évben. A sportoló már az elmúlt két évben is ott volt a görögországi erőpróbán, de azt nem sikerült befejeznie. Az idei évben nagyon készült rá, azonban majdnem meghiúsult az indulás. Nagy reményekkel utaztam, bár a verseny előtti harmadik héten meccsekben voltunk edzőtáborban, és ott elestem, és elszakadt a vállamba az inszallag, és nem nagyon bíztak a társaim, sőt az első napokban magam sem bíztam, hogy ki tudok menni, de hát úgy alakult a felkészülésem a vége felé is, hogy elmertem indulni, és hát így sikerült. Sikerült bizony, nem is akármilyen teljesítménnyel. A 340 induló közül 130 futó teljesítette a távot, akik közül Zoli 35 óra és 7 percet futva a 106-ként ért célba. Idén a spartatlon volt a harmadik verseny, amin részt vettem. Volt áprilisban a bergámai 24 órás világbajnokság, és június végén az Ultra Balaton. Úgy éltem át, különösen verseny utáni, hogy ez a spartatlon volt a három közül, a idézőjelben mondom, a legkönnyebb, nem voltak problémáim, meg tudtam oldani a verseny közbeni problémákat, amik adódtak, és különösebben az utolsó 20 kilométert leszámítva nem volt problémám. A sportoló számára most egy kényszerpihenő következik, hiszen meg kell műtenie a vállát. A pihenés minden esetre kijár neki, hiszen hatalmas sport teljesítmény áll a háta mögött. A sport